16 tag óvodából nagyjából 200 gyermek mutatta meg, 50 óvodapedagógus felkészítésében, mi mindenben tehetséges a Csillagocska Fesztiválon, a Csili Művelődési Ház színpadán. Tulajdonképpen Sós Rózsa intézményvezető asszony, és az én közös megbeszélésem alapján alakult ki ez a program. Tulajdonképpen azért hoztuk létre, itt megmutathatják az óvodások, hogy mennyire tehetségesek. Különböző tehetségpontok is vannak, tehát kézműves asztalok, stb., de a legfontosabb, amit a színpadon csinálnak a gyermekeink. Azért hívjuk ide a jövendő óvodások szüleit is, hogy láthassák, hogy mennyire ügyesekké válnak az óvodákban a gyerekek. Jelenleg hány gyerek szokott részt venni ezen a fesztiválon? Ez változó, 8-10 csoport szokott részt venni, valamikor kevesebb, valamikor több. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy nagyon megváltozott a világ, megváltoztak a gyerekek, a szülők is megváltoztak. Esetleg a mai gyerekek, akik már 1-2 éves korban tabletet fognak a kezükbe, mennyiben változtatja meg a megváltozott világ a foglalkozásokat vajon? Az óvodák azért igyekeznek, hogy kézművességet tanuljanak, szeressék meg a könyvet, úgyhogy nem, az óvodákban nincsen azért tablet, amire szerintem megkapják azt otthon. Azt is csinálják, persze, hisz a mai élet erről szól. Hát iskolában már úgy kell használni, mint régen használtuk mi a füzetet. És általában melyek azok a képességek, amiket a legfontosabb fejleszteni? Én mondhatom a személyes véleményemet. Nekem az a véleményem, hogy az önállóság. Az az egyik legfontosabb. Ha önállóan tud gondolkodni, akkor szerintem nagyon sok mindent tudnak ezek a gyerekek. Ami meg szintén nagyon fontos lehet, és nyilván ez a fesztivál is ezt a célt szolgálja, az a pozitív megerősítés és a siker. Javítson ki, ha tévedek. Igen, igen, hogy a gyerekek sikeresek legyenek, és nem egymást letaposva. Azt mindenképpen erősítjük bennük, hogy nem a másikat megkritizálva, hanem önmaguk tudjanak sikeresek lenni az életben. Az első fesztiválhoz képest ugye eltelt egy, összesen kettő, ez meg a harmadik lesz. Vannak-e olyan tapasztalatok, és ha igen, mik azok, amelyek minden egyes fesztivál után leszűrődnek, és esetleg annak következményeként picit változtatnak? Elsősorban a színpadi produkciók hosszúságán, illetve a méretén rövidítettünk, hiszen a gyermekek életkori sajátossága azt kívánja, hogy rövidebb ideig képesek figyelni, és rövid produkciókat, látványos produkciókat mutassanak be a szülőknek és egymásnak is. Ezen kívül idén a táncházat kihagyjuk, hiszen a gyermekek nagyon elfáradtak, mire a végére értünk a műsornak, és nem igazán maradt érdeklődő gyermek a táncházakra. Egyébként a szervezés ugyanolyan formában zajlott, mint eddig. 3 óvoda vett részt a szervezésben, a Pest-Erzsébeti Gyermekmosoly óvoda, a Baross-Német Nemzetiségi óvoda és a Pest-Erzsébeti Kerekerdő óvoda. És ezen belül az óvodapedagógusok egy szakmai tímet alkottak, aminek én voltam az irányítója, és így történt a szervezés. 3 területen mutatkozhatnak be a gyermekek: színpadi produkcióval, kiállítással és kézműves produkcióval. Kerületünk 16 óvodájából, tagóvodájából jelen vannak a gyermekek, mintegy 200 gyermek és 50 felkészítő pedagógus vett részt a munkában. Említette itt azt, hogy lekötni a figyelmüket. Óvodapedagógusként hogyan tapasztalják, hogy valóban nehezebb most lekötni a figyelmüket, vagy másként kell a mostani óvisoknak? Természetesen másképp, ezt nap mint nap tapasztaljuk. Nagy jelentősége van a zenének, a virtuális világnak, és éppen ezért próbálunk mi olyan értékeket közvetíteni, hogy a gyerekeknek, a szülőknek megmutassuk, hogy nem csak azok az értékek, hanem azon kívül a hagyományos óvodapedagógiai értékek is nagyon fontosak a gyermekek életében. Éppen ezért a műhelyek nagyon színes skáláját kínálják fel a gyermekek foglalkoztatásának, tehát vannak kézműves műhelyek, van a hulladék újrahasznosításból alkotó csipcsupcsodák kézműves műhely. Vannak olyan műhelyek, amelyek változatos pedagógiai módszereket mutatnak be, ilyen egyik a Montessori műhely, egyik kiállításunk a Pektorna, egy újszerű mozgásfejlesztési módszert mutat be, tehát próbálkoztunk nagyon széles skálán bemutatni azt, hogy az oviban mivel és hogyan foglalkoznunk mi pedagógusok és ezek a kicsi gyermekek. Általában elmondható-e, hogy van egy-két olyan foglalkozás, amelyek kifejezetten kiemelkedően a legnépszerűbbek?
Hát mindig nagyon népszerűek a zenés, mozgásos foglalkozások, tevékenységek, produkciók, és ez mellett a vizualitás kap kiemelkedő szerepet, tehát amikor különböző kézműves technikákkal alkothatnak a gyermekek, és ez mindig azért jót, mert az alkotásokat mindig hasznosíthatják utólag, és hát ezen kívül megjelenik azért a korszerű IKT technika is, itt az egyik műhelyünk nagyon csodás dolgokat tud a gyermekeknek mutatni, ami arra utal, hogy az IKT technikának is vannak előnyei, és a gyermekek fejlesztésében tudatosan felhasználható az is. Néhány mondatban be lehet-e mutatni, mi ez az IKT technika? Hát a számítógép és az okostelefonok világában, így gyermek közelivé hozzuk egy bizonyos bíbot módszerrel, illetve eszközzel a gyermekek fejlesztő játékokat játszhatnak tableteken, ami fejlesztő, mindenképpen fejlesztő hatású. Általában negatívunként szoktuk emlegetni azt, hogy a technika hogyan változtatja meg a kisgyerekek életét is, és nagyon sok képesség nem biztos, hogy pozitív irányban változik, de nyilván tapasztalják azt is, hogy ezek a fajta technikai hozzáértések, amiket óvodásoknál is tapasztalnak, milyen képességeket fejlesztenek? A gyermekek gondolkodását, a figyelmét, a kreativitását, mindezek a tulajdonságok, amelyek fejlődnek ezáltal. De itt nagyon fontos a tudatosság, tehát a felnőttek tudatossága, itt jelen esetben a pedagógusoké, otthon viszont a szülőké. És talán egy picit mintát tudunk a szülőknek is nyújtani abban, hogy igen, használhatóak ezek az eszközök, de célzatosan és célirányosan olyan megfelelő játékokkal, programokkal kiegészítve, amelyek a gyermekek fejlődését szolgálják. Egy képzést elvégeztünk több kolléganőmmel, aminek a cím az informatikai nevelés az óvodában, és ezt vezettük be két óvodai csoportunkban is. Ez azt akarja, hogy tablettel való képességfejlesztés mellett a BeBot nevű robotot programozhatják a gyerekek a csoportban. Itt, amit kiemelnék nagyon fontosnak, hogy amellett, hogy alkalmazzuk ezt a módszert, ugye alkalmazkodva a mai világ kihívásaihoz, nagyon fontosnak tartjuk a szülők felé a szemléletformálást. Tehát, hogy ezeket az eszközöket tudatosan és mértékkel hogyan lehet úgy alkalmazni, hogy mindenképp képességfejlesztést érjünk el a gyerekeknél. Hát, tulajdonképpen a meglévő technikai eszközöknek az optimális használatát tanítják meg a gyereknek, és ezáltal a szülőknek is valahol? Igen, és olyan alkalmazásokat mutatunk meg szülőknek, gyerekeknek is, amik kifejezetten óvodás gyerekek képességfejlesztésére szolgálnak, és ebben segítünk nekik, hogy mi az, amit érdemes letölteni egy ilyen tabletre például, amit otthon is a gyerekek előszeretettel használnak, vagy játszanak vele. Úgy képzeljek el egy ilyen foglalkozást, hogy tablettel a kezükben a gyerekek olyan programokkal dolgoznak, vagy foglalkoznak, amik tulajdonképpen a negatívumból pozitívumot csiholnak, tehát hogy ha már ez van a kezükben mindig, akkor használják arra, ami a legjobb nekik? Igen, tulajdonképpen erről szól, és amit kiemelnék, amellett, hogy ugye a kognitív képességeket fejlesztve, a finomotorikájukat és egyéb képességeket fejlesztjük ezekkel a játékokkal, alkalmazásokkal az óvodában. Mennyi ideje alkalmazzák, hány év tapasztalata van önök mögött? Hát most már harmadik éve, hogy bevezetésre került, és az intézmény vezetőnk jóvoltából az eszközök is beszerzésre kerültek az óvodákban, tehát adottak a tárgyi feltételek is ehhez a fajta fejlesztéshez minden óvodai csoportunkban. És akkor ez azt jelenti, hogy mindenki kaphat ilyen foglalkozást, aki az adott óvodában jár, ahol olyan óvodapedagógusok vannak, akik megkapták ezt a képzést? Igen, és amellett, hogy mi elmentünk erre a képzésre, az óvodán belül pedig a többi kollégának egy belső jó gyakorlat keretében adtuk át ezeket az ismereteket, és elméletben és gyakorlatban is átadtuk a tapasztalatokat. Nem véletlen, hogy eljöttek és részt vesznek és megnézik a mai rendezvényt, hiszen kifejezetten fontos feladatunknak tekintjük a gyermekekkel való törődést. Ennek számtalan példáját láthatjuk és tapasztalhatjuk a kerületben. Ha csak a sport területére tetszene gondolni, akkor a délpesti kerületek közül talán a sportlétesítményekkel legjobban felszereltek közé tartozunk, jégcsarnok, uszoda, hogy a korcsolya és úszásoktatásra utaljak elsősorban. A mai alkalom azért mégiscsak másabb, hiszen itt
a legtehetségesebb gyermekek mutatkoznak meg. Persze minden szülőnek a saját csillagocskája, így ha megengedik, nekem is a 5 éves Balázs a legkisebb csillag a családban, a legfontosabb, és őtőle van leginkább úgymond beájulva, hiszen amit a gyermekeink produkálnak, pedagógusok közeműködésével, az számunkra a legjobb és a legszebb érzés. Ezért is köszönöm mindazoknak a szülőknek, akik nem csak hogy eljöttek, ma is megnézik a ma itt fellépő gyermekek által előadott produkciókat, hanem azt is, hogy az egész úgymond tanév során külön és figyelmet fordítanak rájuk, és jó együttműködést tartanak fenn az intézményekkel, az óvodákkal. És itt szeretném azt is megjegyezni, amit minden hasonló alkalommal megteszek, megköszönjem óvodapedagógusaink munkáját. Meglátják, hogy milyen teljesítményre képesek. Mi ezt Pest Erzsébet önkormányzata és képviselőtestülete nagyra értékeljük és megköszönjük, további hasonló helytállásra biztatjuk őket. A mai alkalomra minden kedves kisgyermeknek kívánok nagyon szép szereplést, és higgyétek el, gyerekek, hogy kis csillagokból aztán egész nagy, fényes csillagokká válhattok, de már az is egy nagy eredmény, hogy ma itt felléphettek, úgyhogy remélem mindenki nagyon kellemes érzésekkel távozik. Én bízva abban, hogy ennek a rendezvény sorozatnak, amely elhangzott immár 3 éves, a jövőben is lesz folytatása. Kívánok még egyszer mindenkinek nagyon szép délutánt, és kellemes kikapcsolódást elsősorban a szülőknek, és még egyszer megköszönöm a rendezvény szervezőinek azt a munkát, amiért ezért a napért végeztek, és végeztek az elmúlt 3 esztendőben is. Úgyhogy én ezekkel a szavakkal a mai fesztivált megnyitom.